A Vásárhelyi Tehetségpont, a Magyar Táncművészeti Főiskola és a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény együttműködési megállapodást kötött koreográfus palánta képző program keretében. Ami arról szól, hogy a partnerintézményekben felbukkanó tehetséges koreográfus fiatalokat felmérje, összegyűjtse, és 30 órás tehetségfejlesztő programon keresztül neves szakemberek megtanítsák ezeknek a nebulóknak, hogy hogyan kell a koreográfiákat elkészíteni. A Sárospataki partnerintézmény diákjai ahhoz, hogy bekerüljenek a programba, egy komoly válogatáson estek át. Nem csak tánctudásukat, kreativitásukat vizsgálták, hanem pszichológus is felmérte képességeiket. A partnerintézmények közül 60 tanulónak a beválogatása történt, illetve 60 tanuló regisztrált erre, 60 tanuló pályázott, és ebből 24 tanulót válogattak ki ebbe a tehetségfejlesztő programba. És itt szeretném büszkén elmondani, hogy az is intézményünk tanulói a 10-ből 7-en be is kerültek ebbe a 24 fős kis csoportba, és vannak köztük néptáncosok, társastáncosok, illetve balettszakos növendékek. A Sárospatakról bekerült gyermekek egy része az Adácsi telephelyen táncol, felkészítő tanáruk nagyon büszke rájuk. Ők az Adácsi telephelyre jutottak be négyen, 2 fiú és 2 lány. Több éve foglalkoznak a társastánccal, idestova 6 éve, és nagyon-nagyon örültek, hogy részt vehettek egy ilyen programban, és mivel most lesz jövő héten az első alkalom, így nagyon izgulnak. A koreográfus képző a táncosok jövőjét is befolyásolhatja. A 4 főből 2 jelentkezni akar a táncművészeti főiskolára, tehát lehet, hogy ez egy kis lökést adna a felé, hogy igen, biztosítsa őket arról, hogy talán könnyebb lesz a felvételi, könnyebb a bejutás. A fiatalok a 30 órás képzés végén színpadon mutatják majd be fejlődésüket. A tehetségfejlesztő programnak, ami az elméleti része majd megtörténik már a közeljövőbe, egy tehetségnappal fog zárulni, szintén a Táncművészeti Főiskolának a dísztermében, ahol a 24 gyereknek az ő általa elkészített koreográfiája bemutatásra is kerül. A kis koreográfusok tánctanára azt is elmondta, a fiataloknak nem csak a szemlélete, a személyiségük is jó irányba fejlődik majd a program hatásaként.